Sziasztok, ez itt a heti még nanacionatázajos verziója, immáron a negyedik évad hatodik epizódjával, vagyis a fundonó simpannal. Nagyon jó részt láthattunk, ma el pedig eljutott arra a szintre, amiért bukott angyalnak nevezhetjük őt, ezáltal teljesen eleget tett a Lucifer utalásnak. Az új formája még nem lett teljes, ezáltal egyfajta köztes formában van, mint amilyenben Aizen is volt a Bleachben. Az ereje óriási lett, ráadásul még a parancsolatokat is képes váltogatni. Olyan erőkkel támadott, amelyek képesek voltak megidézni a Dragon Ballt, illetve a Bleachet is. Sajnos elbúcsúztunk a másik két angyaltól, de érdekes módon Diane képes volt állni a sarat. King képes volt felébreszteni a szárnyait, viszont az új haja nem biztos, hogy jó irányba vitte el a karaktert. Sajnos a másik két angyal nem kapott olyan szállat, hogy jobban megismerjük őket, így ők inkább arra voltak jók, hogy rácsodálkozzanak Mael bukására. Tarmielnek a sírása nagyon átérezhető volt, és ilyenkor a rajzolása is megnőtt, míg a barátjának az összeomlott állapota kellően szemléltette azt, hogy milyen rossz volt neki gonoszként látniuk a barátjukat. A történet úgy kezelte Maelt, mintha a gonoszsága egy gőg miatt alakult volna ki, és áldozattá válva kényszerült meghajolni a benne lévő hatalmaknak. Lucifer ugyanúgy áldozatnak gondolta magát, akinek azzá kellett válnia, akivé az Isten nem tudott. A jele szerint ő a fényt képviseli, és egyúttal a tudást is, amit Isten nem akart megadni az embereknek. És amint megtörtént Évának a megkísértése a tudás almájával, büntetésből Isten száműzte is Ádámot és Évát a paradicsomból. És miattuk kaptak az emberek ezután olyan gyengeségeket, amik miatt nem tudunk tökéletesek lenni. Évának köszönhető az, hogy fájdalmassá változott a szülés, és az, hogy véreznek a nők, amikor megjön. Valamint az is az ördög kísértése miatt lett, hogy az emberek nem képesek elviselni a meztelenséget, aminek köszönhetően ruhára van szükségük. Maelnek a sugarai nagyon jól festettek animációt illetően, és utaltak a DBZ-ben Super Boo-nak a kiírtó sugaraira. Az viszont hiteltelen volt, hogy a két arkangyalt ilyen könnyen elintézték a sugarak, Diane pedig képes volt kivédeni a sugarakat a páncélozott testével. Diane akciójakor láthattunk egy kis sporolást, amikor ügyeskedett a fegyverével, viszont a rajzolása az nagyon jó volt azon a téren, hogy ki tudták őt emelni a termetével. Mael hatalma, hogy ekkora erőket szabadított el, olyan hatást keltett, mint amikor a DBZ-ben Goku és Dermesztő harcakor tomboltak az erők. Ez azt mondta magával, hogy a hősünk nem kispályás erővel rendelkezik, még más sorozatbéli nagy harcosokhoz mérve sem. A jelensége hasonlít a Bleach Aizenjére is, különösen a reverenda ruházatával, és hogy nála is a fehér dominál. Illetve az is, hogy Aizen is lila erőket használ, valamint a robbanások kifejezése is Aizen hogyokhús formájára hajazott. Mael jelenleg nincs teljesen átváltozva, így olyan állapotban van, mint Aizen első hogyokhús formája. És hát Mael esetében is arra mentek rá, hogy átérezhessük ennek a formának a nagyságát. De adni akart az alkotónk egy olyan köztes alakot, amit meg lehetett volna állítani, ha Kingék erősebbek lettek volna. Miután bekapták ezt az elképesztő kinézetű támadást, és ezután a helyszínek kész pokollá változott, a szereplőink látványa is megnőtt. Itt jött ki igazán jól az, amit a sorozat látványként használ a szereplőkön, aura körvonalként, mert többféle körvonalat láthatunk mindig az adott környezethez mérve. Kemény lett Maeltől, hogy képes volt váltogatni a parancsolatokat, ráadásul a gószer nem lett volna jelen, Kingéknek már végük lett volna. Az altatós képesség után megjött a csend átka is, ami jeleket rakott Diannéékre, és közben a jó rajzolások is előtérbe kerültek. Érzékelhettük azonban, hogy az ellenség csupán próbálgatta az erét, és nem is akarta valójában megölni az ellenfeleit. Igaz, hogy rájuk küldte a parancsolatokat, és olyan pörgőpengét szabadított el, ami halálos is lehetett volna, de ezen kívül nem használt olyan óriási erőket, mint a harc elején. A penge forgása a mechanikát illetően nagyon jól festett, és bizony a brutalitás is jól ki volt fejezve, annak ellenére, hogy a vért ismételten visszafogták. A csata vezére ezúttal Gószer lett, aki olyan közös visszatámadást tervezett, ami Merlin ügyességét idézte. Diannének a tánca a fényes részecske effektekkel nagyon jól mutatott a képernyőn, de ugyanennyire hatásvadászat is lett, hogy ő így tudott segíteni. A fegyvere képes volt hatástalanítani a villámot, így akár egy olyan jelenetünk is lehetett volna vele, ami Thort idézhette volna meg. Kingnek a páncélja megosztottá vált, mivel jobban jártunk volna, ha inkább olyan páncél stílust követ, mint amilyen a démonoknak is van. A mangakánk azonban úgy akarta a hősünket bemutatni, mintha egy rovar lenne. Gószer varázslata, amivel képes volt klónokat csinálni, eszméletlen hangulatot teremtett. És ez a klón mennyiség olyan hatást keltett, mint amikor Naruto beadta a sorozat Rasengant a Kyuubinak.
A készítők nagyon jól tették a képernyőre Kingnek a cikázását, és csak akkor kaptunk spórolást, amikor Diannének a nézetére váltottunk, de a hősnőnk tánca itt is jól festett. Mael persze megúszta a támadást, majd egy harangot teremtett, amit meg is szólaltatott. A harang kinézete, illetve a hangja csodálatos megjelenítéssel volt jelen, ráadásul a hősünk ezzel egy újabb bibliai utalást hajtott végre. A harang valamennyi kultúrában megtalálható és isteni bölcsjelzésnek tartják. A kereszténységben azonban a kapcsot képezi a földi világ és a menny között. Valamint a menny hangját is hirdeti és üzenetként is szolgálhat, illetve a megtisztulást is jelenti. Maelnél az utóbbi váltott valóra, és nem mást hirdetett ki a harangszó, mint azt, hogy sikerült elnyernie a tökéletes formáját. A fátyollal elfedett arca és a rajta lévő minták a japán sintót jelképezik, viszont a fején látszik, hogy már kialakultak a szarvai, ami a fekete szárnyak mellett a legfőbb jellemzője Lucifernek. Korábban minden áltott gonosznak hittek, aminek van szarva, ezért volt ilyen sok jellemzés a démonokra a kecskékkel, kosokkal, bikákkal és egyéb szarvas állatok. Gószer ütőkártyája, hogy fel akarta robbantani magát, C16-ra utalt a DBZ-ből, ráadásul rejtett erőként táplálták belé, épp úgy, mint a DBZ androidjaiba. A módszer azonban hatásos lett, hiszen Escanornak az erejét sűrítették össze, és fokozták fel Merlinnek a végtelen képességével, csupán a robbanás lett volna kevesebb a várthoz képest. 10 mérföldes körzetben pusztított volna el mindent, ami kevésnek tűnik egy atombomba robbanásához képest. A hősünk végül a tömjénfüst miatt nem tudott áldozattá válni, amit egyébként más kultúrákban is használnak, de leginkább a papoknál szoktunk ilyet látni. Ez a füst arra szolgál, hogy örömünk legyen, mivel Jézusnak is vittek belőle ajándékként, és azóta a szent szertartások része lett. Maelnál azonban váltóként is szolgált, ezzel ugyanis a bűnét vette meg, és azt, hogy áldozatot kellett hoznia, amit a füsttel fizetett meg. Amikor Oszló nekiment Mael elemésztő gömbjének, várható volt, hogy nem lesz esélye, de arra nem számítottunk, hogy meg fog halni. Nem tudjuk, hogy még meghalt-e, de amint elszenvedte a támadást, a hangulat nagyon szomorúvá változott, különösen akkor, amikor megmutatták a megégett testét. Sajnos találkozhattunk pár közepes arccal Elizabethnél, amikor a földön volt, és akkor is, amikor a levegőben próbálta Diannét tartani. A rész végén a történet Kinget tette meg a nagy hőssé, és ahogy zuhant a megmentési kényszeren rendkívül előjött, ráadásul a rajzolás is jó volt nála. Jó volt, hogy visszaemlékezésekkel növelték a legendáját, és így végre megkapta a nagy szárnyait. A szárnya kialakítása megtette a hatását, és illik hozzá, viszont az új haja nem biztos, hogy hozzá illik, hiszen ez a 80-as évekbeli frizura nem biztos, hogy passzol a hősünkhöz. Ha ő nem lett volna, Mael elragadta volna Elizabeth, de meglátjuk, hogy mennyi esélye lesz Kingnek Mael ellen. King alapból olyan erősnek számított, mint az első tündér király, most pedig a szárnyaival még inkább erősebbé vált, de nagyon érezhető, hogy csupán kóstolóként fog szolgálni Mael számára. Ha nektek is tetszett Mael erejének a jellemzése, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleltek, szerintetek King mennyire tudja majd megszorongatni Mael. Ez volt a heti animék Nanatsuru Taizai-os változata erre a hétre, benne a negyedik évad 6. epizódjával, vagyis a Fundónó Simpannal. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!